Az volt, nagyon örültem neki, hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok főiskolás jött el és hallgatta meg a délelőtti főpróbát, és Morris Andrénak szinte mindenkihez volt egy kedves mosolya, egy kedves huncut kacsintása. Most virágcsokrokat kap a művész, aki egyébként idén tölti be 60. születésnapját, és azt hiszem mindannyiunk nevében csak azt kívánhatjuk, hogy minél többször látogasson el hozzánk, minél többször legyen részünk ilyen csodálatos, forró hangulatú estékben. És hát én tudom is, hogy készültek ráadással, és nagyon várjuk. Addig hallgassák ezt a nagyszerű tapsot, és reméljük, hogy játszanak is. Kedves nézőink, a Zeneakadémia közönségének ovációja természetesen ráadást követett. Ez a ráadás pedig Telemann egyik szonátájának a fináléja volt, amely a trombitára és kamarazenekarra írt. Georg Philipp Telemann egy német zeneszerző volt, akinek a műveit tulajdonképpen a feledés homája övezi, pedig a 18. század egyik legünnepeltebb zeneszerzője volt. Telemann, aki ha egy képzeletbeli rangsort állítanánk fel, akkor a legtermékenyebb zeneszerzők között is valahol az élen végezne. Egyes zenetudósok kimutatták, hogy több művet írt, mint Mozart és Schubert együttvéve. Mozartról, Schubertről.
Kedves nézőink, hol van már Telemann? Átugrottunk a jazzbe, említettem, hogy Maurice André nagyon szívesen játszik jazz muzikát, és hát most egy igazi örökzöldet, ragtime-ot hallottunk, Scott Joplin ragtime-ját, és tanújelét adta az egész zenekar, és Maurice André is, hogy mennyire értik és szeretik a humort. Kedves közönségünk, kedves nézőink, én azt hiszem mindenki jól járt, aki ma velünk tartott, és még annyit hozzá kell tennem, hogy ezt a nagyszerű átiratot Wolf Péter készítette a zenekar számára. Ezzel itt a Zeneakadémián a Budapesti Tavaszi Fesztivál mai hangversenyének a végére értünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, remélem, hogy a felkavaró este után azért nagyon jól fognak aludni. A viszontlátással!